Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter úr, tisztelt ház. Egy elsősorban Magyarország keleti megyéit súlyosan érintő problémával kapcsolatban kértem szót. Jelenleg Jász-Nagykun, Szolnok, Békés, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár Bereg megye azok az alföldi területek, ahol nagyfokú és súlyos aszály alakult ki és tart már negyedik éve. Ahogy Magyarország alaptörvénye P-cikke fogalmaz, a természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészletek, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzetközös örökséget képzik, melynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége. Tisztelt miniszter úr, tisztelt ház! Évről évre az egyre szélsőségesebbé váló időjárás új kihívások elé állítja a magyar mezőgazdaságot. A rendkívül időjárást mi magunk is érezhetjük, nyaranta az extrém forróságnak, a csapadék hiánya miatti szárazságnak köszönhetően egyre hosszabbak az aszályos időszakok, vészesen és végletesen lecsökkent a lehulló csapadék mennyisége. De tény, hogy esőt nem tudunk csinálni. Tény az is, hogy a klímaváltozást egyelőre nem vagyunk képesek megfékezni, megállítani. Tény, hogy ennek a folyamatnak a végén, ha nem lesz egy óriási és átfogó, a vízpótlást előtérbe helyező, nemzeti konszenzuson alapuló nemzeti vízpótlási és öntözési programunk, akkor a magyar alföld legnagyobb része sivatagossá fog válni. Az ország déli régiójában fekvő Dunatiszaközi homokhátság Közép-Európa legnagyobb kiszáradástól veszélyeztetett területe. A Dunatiszak közén, ahol a 20. század elején még ezertől több természetes tó volt, mára csupán fennmaradt elnevezéseik emlékeztetnek a hajdani természetes vizeinkre. A magasabb területeken a térség talajvízszintje az utóbbi két évben 3-5 métert, vagy azt meghaladó mértékben süllyedt. A felső rétegekben fut kutak és tavak kiszáradtak. A saját Barotán működtetett meteorológiai állomás adatai szerint az elmúlt 4 évben felgyorsult a lehulló csapadék csökkenésének mértéke, miközben a vegetációs időben nőtt az átlag hőmérséklet. Hogy érzékeltessem, kigyűjtöttem minden év április 1 és november 1 között a vegetációs időben mért lehulló csapadékok mennyiségét. 19-ben még 435 mm, 2020 évben 408 mm, 21-ben már csak 313 mm, és ebben az évben eddig összesen 165 mm esett Bács-Kiskun megye legcsapadékosabb térségében. Tudniuk kell, hogy minden az emberi fogyasztásra alkalmas növény termesztéséhez a vegetációs idejében jó időben, eloszlással 500 ezer milliméter csapadékra van szükség a sikeres termeléshez. Magyarán, ha ezen nem tudunk változtatni, nem jutottunk fel vizet a folyóinkból a magasabban fekvő területekre, akkor az ország keleti részének legnagyobb része mezőgazdasági termelésre nem, vagy csak korlátozottan lesz alkalmas. Ez a jelenlegi helyzet, jobbra a természet részéről egyelőre nem számíthatunk. Az elmúlt 50 évben rendszeresen felmerülő probléma volt a Dunatiszaközi homokhátság vízpótlásának megoldása. A rossz vízgazdálkodási tájakon a téli többletvíz rövid időn belül a mélyebb területekre folyik át, az így felhalmozódott vizeket azonban a lehető leghamarabb elvezetik a csatornarendszereink. A felszín alatti vízkészlet pedig csak korlátozásokkal használható öntözésre. Így az aszályos időszakban nem áll rendelkezésre olyan vízkészlet, amely kielégíteni a biológiai, illetve a gazdálkodók vízigényét. Víz nélkül nincs mezőgazdaság, víz nélkül nincs élelmiszeripar, és nem tartható fenn a homokhátság és az alföld zöldség, gyümölcstermesztő és növénytermesztő kultúrája. Magyarán, Magyarországnak pont a legrosszabb és a legnehezebb természeti, politikai és pénzügyi időszakban meg kellene hozni az ország keleti részének megmaradása érdekében azt a súlyos 1000 milliárd forintokban mérhető döntést, amely a nagy és kisebb folyóink bevonásával, vízhozamának néhány százalékos ittartásával és tározókban, tavakban, csatornamedrekben történő tározásával megadályozzuk az ország alföldjének teljes kiszáradását. Tisztelt miniszter úr, tisztelt ház! Kérném Önt, mint a kormányt és döntésüket, hogy segítsenek az alföld és a Dunatiszaközi homokhátság vízpótlásának megoldásában, a vízpótművek kiépítésében. 50 éven át mentünk abba az irányba, ami ide vezetett, de nincs újabb 50 évünk, hogy várjunk valami tőlünk független csodára, vagy a természetre, hogy legyen elégséges vízünk. Mert vízünk erre a célra még talán volna, a Duna, a Tisza között, és azon túl is vannak még tartalékaink. És tisztelt miniszter úr, megköszönöm a váró válaszát, megköszönöm, akik figyeltek, képviselőtársaimat, hogy figyeltek erre a szerintem fontos ügyre, és köszönöm, hogy türelmesen meghallgattak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr.
A kormány nevében Nagy István miniszter úrnak adom meg a szót. Szépen, elnök úr, tisztelt ház, kedves képviselőtársam, valóban egy nagyon fontos kérdésre irányította rá a figyelmet, egy olyan helyzetre, amellyel nap mint nap kell szembenéznünk, és nap mint nap kell vele megküzdenünk. Magam is jártam a térségben, és az én életemben hasonló látvány még nem fogadott. Térdig érő kukorica, lábon megszáradó napraforgó, egyszerűen rendkívüli az a kár, amely az Alföld déli részét érinti. Ma már több mint 500 ezer hektáron van ez a kár, és az a rossz hírem sajnos, hogy ez a kár nem csak Magyarországot érinti, hanem az európai mezőgazdasági területek 46%-a sújtott ma már az aszállyal, tehát egy nagyon komoly kihívásnak kell megfelelnünk. Az aszály ellenére és e nehéz küzdelemre mégiscsak azt kell mondani, hogy köszönet minden magyar gazdának, hiszen a magyarok kenyere a mindennapi betevő falatra megvan. Csűrben vannak azok a gabona mennyiségek, amelyek a magyarok biztonságos ellátását szolgálják. A rossz hír viszont az, hogy exportra kevesebb mennyiség jut. A kialakult helyzetben az Agrártárca minden lehetséges eszközzel támogatja a termelőket, akiknek többek között az agrárkárenyítési rendszer és az aszály biztosítás jelenthet nagy segítséget. Az elmúlt években hazánk ugyanis kiépítette azt az európai összevetésben is kiemelten fejlett és több pilléren nyugvó mezőgazdasági kockázatkezelési rendszert, amely a jelenlegi helyzetben is segítséget képes nyújtani a gazdálkodóknak. Az aszálykárok okozta bevételkiesés enyhítésére szolgál az úgynevezett kárenyhítési alap. A végleges és jogos gazdálkodás igények összesítése után az Agrárminisztérium javaslatot fog tenni a kormánynak, hogy a kárigények alapján döntsön majd az alap forrásainak kiegészítéséről. Az idei évben a megemelkedett igényekre tekintettel többletpénzt biztosítunk a díjtámogatott aszálybiztosításokhoz. Így lehetővé válik az aszályhoz kapcsolódó biztosítási díj 65%-ának támogatásként történő kifizetése a gazdálkodók számára, ezért több mint 14 milliárd forintra emeljük az erre fordítható vidékfejlesztési források összegét. Fontos megemlíteni, hogy a közvetlen támogatások évente több mint 400 milliárd forint összegben nyújtanak pénzügyi biztonságot a gazdálkodóknak. Az aszály által sújtott termelők finanszírozási helyzetét kamattámogatott forgóeszközhitel, többek között az Agrár Széchenyi Kártya folyószámlahitel is segíti. Az Európai Bizottsághoz is fordultunk a közvetlen támogatások megemelt összegű előleg fizetésének engedélyezésére, illetve más adminisztratív szabályok könnyítése érdekében. Azt is kértük a bizottságtól, hogy az agrárkörnyezetgazdálkodási program keretében az érintett gyepterületekhez kapcsolódó időbeli kaszáláshoz, a szárzúzás, illetve a silózási tevékenységekhez kapcsolódó korlátozások feloldhatók legyenek. A termelők öntözési beruházásaihoz a vidékfejlesztési program keretében idáig több mint 45 milliárd forint értékben ítéltünk meg támogatást. Emellett támogatjuk az öntözési közösségek létrehozását is, ráadásul a 2023 és 27-es évek közötti KAP stratégiai terv alapján az eddiginél is több forrás, mint egy 70 milliárd forint jut majd az öntözéses gazdálkodás fejlesztésére. Igen jelentős, több 10 milliárd forintos nagyságrendben hajtottunk végre infrastrukturális beruházásokat. Fejlesztettük a főműveket, a harmadlagos műveket. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a BM koordinálásával az elmúlt években 8 tározót építettek az országban, összesen 5 millió köbméter maximális tározási kapacitással. A 2019-22-es évben az infrastrukturális hiányok megszüntetésére irányuló munkálatok során 2177 kilométer csatornaszakasz került megújításra kotrási, írtási és mederkarbantartási beavatkozások által. Továbbá felújításra vagy átépítésre került 314 darab műtárgy és 33 szivattyútelep. A mezőgazdasági öntözés fejlesztéséhez kapcsolódóan megvalósításra került a Derecskei főcsatorna korszerűsítése, a jássági vízgazdálkodási rendszer rekonstrukciójának első üteme és a hajdúhátsági többcélú vízgazdálkodási rendszer fejlesztése. De van olyan térség, ahová ezek még nem elegendők, és ilyen térség a Homokhátság.
A homokhátság vízhiányos állapotának javítását célzó fejlesztéseket alapvetően két irányból kell megközelíteni. Egyrészt a homokhátság gerincét és a közvetlen térségét célzó vízpótlást biztosító fejlesztéseket, amelyek hetes célterületre irányulnak. Az első a Ráckövei Soroksári Dunák vízpótlásának bővítése. A második a Kiskunsági Főcsatorna és a Dunavölgyi Főcsatorna vízkészletének növelése. A harmadik az északi regionális vízpótlás és vízvisszatartás, a keleti vízpótlás és vízvisszatartás, a kígyósi vízrendszer pótlása, a felsőbácskai vízpótlórendszer, a déli regionális vízpótlás és a középhomokhátsági szikes tavaknak a vízpótlása. És van a fejlesztés másik iránya, a homokhátság peremterületeit érintve, ide sorolható Mórahalom és térsége, és nagyon remélem, hogy mindezekből látszik az, hogy mi felelősséggel, mi forrás átcsoportosítással próbáljuk megoldani ezt a nehéz helyzetet. Köszönöm meg tisztelő figyelmet. Köszönöm, miniszter.